Halló, halló, itt a télapó beszél, halló. Halló. Na, kivel beszélek? Egy fiú van. És megmondani a neved? Szabi. Nagy Gabriel. Na most akkor... Elmondanék valamit, de... Félek, hogy megsértem magát. Hát... Na meglátjuk. Mondd meg, mit szeretnél? Én amúgy nem hiszek magába. Aha. Mert... voltam itt tavaly is. Igen. És nem is kaptam egy ajándékot se. Pedig kértem telefont. Hát az hogy lehet? Nem tudom, de kértem, de nem is kaptam, pedig hittem benne. Aha. És hány éves vagy, Szabi? Én 11. 11. Hú. Hát ezt valahogy orvosolni kell. Hát én nem hiszek magába, mert már hányszor voltam. Aha. És soha nem kaptál semmit? Nem. Hát ezt nem hiszem el. Aha. Semmit? Hát kérnék egy telefon, de úgy se kapok. Hát nem biztos az, nem biztos. De egyébként jól viselkedtél? Jó gyerek voltál? Én a anyának a legjobb gyereke vagyok. Na, hát ennek örülök. Jó. Hát akkor ezek szerint megérdemled a telefont, nem tudom, hogy miért nem kaptad meg. Lehet, hogy a manók elkeverték. Lehetséges. De én, amit a gyerekek kérnek, én el szoktam küldeni. Hát én mikor kapom meg? Hát szerintem holnap. Hát holnap lesz Mikulás. Holnap megkapom. És milyen telefon szeretnél, azt akkor beszéljük már meg. Nekem mindegy, csak telefon kell. Mindegy, milyen? Egy érintőképernyős. Tehát akkor érintőképernyős legyen. És akkor mindegy, hogy milyen, igaz? Mindegy. Jó, értem. Csak ne legyen olyan kicsi, mert... Ha, neked nincsen még telefonod? Nincsen, nincs, eltört. Akkor, ja, értem. Akkor azért kell ez ilyen ennyire fontos. Aha. Értem. De nem tudom, hogy holnap jönni fogok. De nem kell ide eljönni, majd elviszem otthon neked a lakásodra. Nem ide fogom hozni az ajándékot. De hogy viszi el, ha nem tudja, hol lakok meg minden? Én tudom, nyugodt legyen. Én minden gyereket tudok, hogy hol lakik. Én mindenkit meg tudok keresni. Holnap meg fogom kapni a telefont? Meg. Mindenképpen megpróbálom küldeni, rendben. És ha megkapom, akkor mindenféleképpen hiszek magába. Jó, rendben, köszönöm. Meg köszönöm szépen, hogy felhívtál. Nyírmihályiba lakok. Igen. Rákóczi út 5 szám. Várjál, hadd írjam fel. Hadd írjam fel, hogy akkor biztos. Nyírmihályi Rákóczi út 5. Igen. De várom holnap az ajándékot, mert nagyon örülnék neki. Jó, hát figyelj, látom, hogy megérdemled, mert rendes szófogadó gyerek vagy. Úgyhogy én is azon leszek mindenképpen, hogy segítsen holnap, neked. Holnap mikor kapom meg? Hány óra? Hát holnap estére inkább, mert nagyon sok helyre kell mennem. Úgyhogy inkább estére, jó? És hogy honnan fog jönni, postáról vagy miről? Majd azt meglátod. Ezt így nem tudom még előre. De maga hozza el. Hát megpróbálom, jó? De hát, biztos, hogy meg lesz. Hát mindenképpen, így van. Holnap várom, Mikulár, ne csalódjak magába. Jó, rendben. Na, köszönöm, hogy megkerestél meg, hogy felhívtál. Másikba is csalódtam tavaly. Igen? Hát azért az csúnya dolog. Rendben. Mi? Akkor holnap várom, jó van? Jó, rendben van, Szabi. Köszönöm szépen, hogy felhívtál. Viszontlátásra. Szia, Szabi, szia.